Jó napot kívánok! Főorvos asszony és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket. Az elmúlt hétvégén a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendeletben meghatározott védelmi intézkedések megszegése miatt összesen 142 rendőri intézkedést kezdeményeztünk közérdekű üzem megzavarása, illetve védelmi intézkedések megszegése ügyében. 41 esetben került sor rendőri intézkedésre azért, mert a tömegközlekedési eszközön utazó személy nem, vagy nem megfelelő módon viselte a maszkot. A kereskedelmi üzletekben, a közintézmények területén vagy a kormányrendeletben meghatározott egyéb helyen a maszkviseléssel összefüggő védelmi intézkedések megszegése miatt 101 rendőri intézkedést hajtottunk végre. A kormányrendelet múlt hétfői hatályba lépése óta összesen 405 személlyel szemben intézkedtek rendőreink maszkviseléssel összefüggő védelmi intézkedések megszegése miatt, 337 személlyel szemben figyelmeztetést alkalmaztunk, 31 személy részére helyszíni bírságot szabtunk ki, 37 személlyel szemben szabálysértési feljelentést tettünk. A zenés-táncos rendezvények megtartására, valamint a vendéglátó üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályok ügyében az elmúlt hétvégén mindösszesen 5 rendőri intézkedést hajtottunk végre. Az elmúlt héten összesen 18 fővel szemben intézkedtünk szintén a zenés-táncos rendezvények megtartására, illetve a vendéglátó üzletek korlátozott nyitvatartásán vonatkozó szabályok megszegése miatt, amely során 3 személlyel szemben figyelmeztetést alkalmaztunk, 15 fővel szemben szabálysértési feljelentést tettünk. A járványügyi készültségi időszak alatt az elmúlt hétvégén is folyamatosan ellenőriztük a hatósági házi karantén szabályok betartását. Az elmúlt hétvégén 36.174 helyszíni ellenőrzést hajtottunk végre. Az elmúlt hétvégén elrendelt hatósági házi karanténok száma 7.780, amelyből 2.150-et a Magyarországra személyforgalomban történő határátlépés során rendeltünk el, így a mai napon az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karanténaink száma 24.014. A mai napon a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonra tölthető informatikai alkalmazáson regisztráltak száma 1381. Tájékoztatom Önöket, hogy a járványügyel összefüggésben elrendelt büntetőeljárásaink száma 469, rémhírterjesztés ügyében 140, közveszéllyel fenyegetés miatt 31, csalás ügyében 138, míg járványügyi szabályszegés miatt 28 esetben kezdeményeztünk büntetőeljárást. Ezekben a büntetőeljárásokban ez idáig 88 fő gyanúsítottat hallgattunk ki. A járványügyi készültségi időszak alatt is folyamatosan ellátjuk a határőrizet, illetve határforgalom ellenőrzési feladatainkat. A mai napon Magyarország államhatárán tehérforgalomban a belépő oldalon Csanádpalota átkelőnél 3 órás, míg Röszke átkelőnél szintén 3 órás várakozási idővel kell számolnunk. Személyforgalomban a belépő oldalon Beregsurány határátkelőnél 2 órás határvárakozási idővel kell számolnunk. Köszönöm szépen a figyelmüket, és átadom főorvos asszonynak a szót. Főorvos asszony! Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Az elmúlt 24 órának a járványügyi adatait ismertetem. 702 fővel nőtt az elmúlt 24 órában a regisztrált új fertőzöttek száma. Így a mai napon mindösszesen 18.815 fő aktív esetet tartunk nyilván. Közülük nyilvánvalóan számosan enyhe tünettel rendelkeznek, ők otthonukban tartózkodnak, míg közülük kórházban is kezelnek egyre több személyt. Így a mai napon a kórházban kezelteknek a száma
693, közülük 44-en vannak lélegeztetőgépen. Látjuk, hogy ezek a számok emelkedő tendenciát mutatnak az utolsó hetekben, az utolsó napokban. Míg az új fertőzöttek száma most már lassan 10 napja kiegyensúlyozott, illetve alulról közelíti meg az 1000 főt, a kórházban ápoltak száma emelkedik, és így a lélegeztetőgépen lévő száma, betegeknek a száma is. Sajnos az elmúlt 24 órában 13 honfitársunkat elveszítettük. Ezzel együtt 749 főre emelkedett a járvány kezdete óta az elhunytak száma. Kérem a hozzátartozók, fogadják együttérzésünket. Látható az, hogy a járvány most már közösségeken túl, olyan terekben, tehát mindenütt általánosan az egész országban terjed, úgyhogy a higién és szabályoknak a betartása rendkívül fontos. A hallott adatokból és a tapasztaltakból is arra következtetünk, hogy jellemzően jogkövetőek az állampolgárok, egyre kevesebb helyen kell figyelmeztetést, illetve büntetést is alkalmazni. Ez azért nagyon fontos, mert a közösségi terjedést a higién és rendszabályok szigorú betartásával tudjuk csak megakadályozni. A fertőzöttségi adatok is arról tanúskodnak, hogy ez a vírus jelen van, mindenütt jelen van az egész országban, tehát míg a tavaszi időszakban a gócpontoknak a kialakulása volt jellemző, most egyértelműen a közösségi terekben terjed. A laboratóriumi vizsgálataink száma mára elérik a 697.473 darabot, tehát a PCR vizsgálatok száma is nagy mértékben növekszik. Nagyon fontos az az alapvető néhány szabály, amelyet előírtunk. Ezen túl azonban, amit jogszabállyal nem lehet minden szituációt lekövetni, de tudjuk jól, hogy a távolságtartás mindenütt fontos, ott is, ahol nem írja ezt konkrétan, kötelezően elő a jogszabály. Ez a célja annak is, hogy 23 után a szórakozó helyeket be kell zárni. Kiemelten fontos továbbra is az idősek és a krónikus betegeknek a védelme. Ez mindenkire nézve kötelezettséget és felelősséget állapít meg, nem csak a hatóságok, hanem mi magunk az egyéni felelősségviselésre hívnám fel a figyelmet, mert nagyon sokat tehetünk magunkért és a közösségért, szeretteinkért és valóban minden magyar állampolgárért. Az oktatás, nevelés rendben zajlik. Jelen pillanatban az operatív törzs 17 óvodában és 7 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet. 118 osztálynál és 3 teljes iskolánál pedig digitális munkarend került bevezetésre az operatív törzs döntése szerint. Felkészültek az október 1-től bevezetésre kerülő testhőmérsékletre az intézmények. Ez azt jelenti, hogy beszerzésre kerültek az eszközök, a hőmérők, illetve a hőkapuk. A nagyobb intézményekbe fognak hőkapukat telepíteni, míg a kisebb intézmények pedig érintésmentes hőmérőket kapnak. Pénteken már tájékoztatást kaptak az oktatási államtitkárságról az intézmények, és a kiszállítás pedig meg fog történni, holnapi napon elkezdődik, és mindenhol ott lesz október 1-jére a szükséges eszköz a hőmérséklet méréshez. Nagyon fontos, és említettem,
hogy a konkrét jogszabályi előírásokon túl az egyéb közösségi terekben, ahol életvitelszerűen tartózkodunk és a megszokott dolgainkat végezzük, ott is tartsuk be az elveket, az alapvető szabályokat. Így például a szépségszalonokban, fodrászat üzletekben ezek nem kerültek konkrétan be a jogszabályba, de ajánlásokat fogalmazott meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ, amelyeket a honlapunkon is megtalálhatnak. Számos szinteret próbáltunk megközelíteni, gyakorlati tanácsokkal ellátni önöket annak érdekében, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak is a biztonságos igénybevételét szolgáljuk, és ezeket biztonságban igénybe tudják venni, anélkül, hogy itt a fertőződés veszélyét kellene viselnünk. Mindenekelőtt a legfőbb szabály az minden tekintetben, hogy mind a szolgáltatást nyújtó, mind pedig a szolgáltatást igénybe vévő legyen egészséges. Ez mindenre, mindenkor érvényes. Hogy ameddig betérünk egy ilyen szalomba, addig magunk is viseljünk lehetőleg maszkot. Azoknál a szolgáltatásoknál, szépségiparban, ahol nem szükség, tehát nem az arc kezeléséről van szó, hanem gondolok itt pedikűrösre, manikűrösre, ott a kezelés időtartama, illetve a szolgáltatás igénybevétele alatt is viseljünk maszkot. Ez érvényes a szolgáltatást nyújtóra és a szolgáltatást igénybevévőre egyaránt. A szolgáltatást nyújtókat tisztelettel arra kérjük, hogy ők a munkavégzésük során végig viseljenek maszkot. Az arckezeléseknél, kozmetikusoknál meg természetesen akkor levételre kerül arra az időtartamra, amikor a szolgáltatást igénybe veszi valaki. Nagyon jó, és nagyon tanácsoljuk, hogy ez egy jó gyakorlat, hogyha pontos, amúgy is bejelentkezésre érkeznek a vendégek, de lehetőleg ne találkozzanak egymással, ne legyen várakozási idő ezeken a helyeken. Nagyon jó, ha van kézfertőtlenítő, érintésmentes kézfertőtlenítő a helyszínen, vagy akár zsebben hordható, de a kiszolgáló helységekben a szolgáltatás igénybevételét megelőzően egy egyszerű kézmosás is sokat jelenthet, és ugyanígy a szolgáltatás igénybevétele után. A recepción, hogyha itt egy nagyobb szalonról beszélünk, akkor most nem javasoljuk, hogy különböző magazinokat, tárgyat, tollat, ami egyébként kihelyezésre kerül járványmentes időszakban most használjunk, hiszen ezeket kézről kézre adhatjuk, és ezzel is úgy gondolom, hogy a tovaterjedést meg kellene akadályozni. Hogyha lehetséges, és valóban nagyobb szalonról beszélünk, akkor az érintésmentes kártyás fizetést is javasoljuk. Köszönöm szépen!